Szép jöjjön kívánok Önök az esti közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Jelentős és folyamatos változást él meg a Magyar Közművelődés a Nemzeti Művelődési Intézet vezetésével. Sorra jelentkeznek új közösségfejlesztő programokkal és az ezekhez szükséges felületekkel, sőt, kulturális alapú gazdaságfejlesztést valósítanak meg. Mindezt, mármint a jó gyakorlatokat könyvformájában is összefoglaltak változás vonzásában címmel. A kötetet ma mutatták be Debrecenben a szerzők, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjét, és Németh János, kultúrkutató közművelődési szakértőt. Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok. A könyv kötetnek a címe már önmagában nagyon sokat sejtető, hiszen változások vonzásában, annyit javítok, hogy ez már a második kötet, és nagyon sokat sejtett a tekintetben, hogy ezek szerint a közművelődés folyamatos változásban van. Új kihívásokkal kell szembenézni, vagy miért nevezhető így, hogy változások vonzásában kell tekinteni a közművelődést? Igen, azt gondolom, hogy a rendszerváltás után azért nagy kihívások nem csak a kultúra területén, hanem a közművelődés területén is igen jelentősen jelentkeztek. És 2010-12 volt az az időszak, amikor gyakorlatilag a kormányzat zászlós hajójára tűzte ki azt, hogy a közművelődésben drasztikus változást kell, hogy érvényesüljön, mert hogy magának a szakterületnek a megújulását kell, hogy célul tűzzük ki. Gyakorlatilag a 2012-es időszak volt az, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet maga létrejött, és innen datáljuk a közművelődés megújulását is. Milyen drasztikus megújulások? Tehát hogy kell képzelni, hogy egy példát kiragadhatnánk, akkor mely területeken valósult meg drasztikus változás? Azt gondolom, hogy a 2012-es helyzetképpen magáért beszél, 3155 településből 2200 településen nem volt már szakember. Ez egy óriási szám, a közművelődésnek a léte forgott kockán, önmagában az, hogy egyáltalán ezzel a területtel érdemes-e foglalkozni, ha érdemes, akkor milyen formában. Egyrészt szakmailag kellett megújulni, másrészt pedig a szakembert, utánpótlást mindenféleképpen biztosítani kellett. Ugye megújultak, és folyamatosan új gyakorlatokkal, új metodikával jelentkeznek Önök, mármint hogy a Nemzeti Művelődési Intézet. Az elmúlt időszakban meg pláne, hiszen a pandémia új kihívásokat teremtett. Igen, amellett, hogy a szakmát is meg kellett újítani, a szakemberek utánpótlását is képzésekkel gyakorlatilag stabilizálni kellett. Azért a pandémia a kulturális terület tekintetében nagy kihívásokat hozott. A közművelődés területén a művelődési házak bezártak, és azok a szakemberek, akik a végpontokon dolgoztak, azok olyan kihívások elé álltak, amelyben nem csak önmagában kellett, hogy értelmezzük ezeket a kihívásokat, hanem országos, sőt Kárpát-medencei szinten ebben tudott segíteni a Nemzeti Művelődési Intézet. És ugye ezek a kihívásokra való válaszok könyvformájában is megjelent, már második kötetről beszélünk. Egészen pontosan mit is tartalmaz a kötet? A két kötet 2011 és 2015 közötti időszakot, valamint a 2021-ig tartó időszakot tartalmazza. Én annyival egészíteném ki a elmondottakat, hogy egy művelődés történeti nagy változás is lezajlik ebben az időszakban, tehát a 300 éves magyar közművelődés történetében intézményesül és megerősödik az úgynevezett közösségi művelődés korszaka. Itt csatlakoznék a helyi társadalmak, a helyi közösségek megerősítésének segítéséhez. Azon felül a könyvek megjelenését az is indokolja, hogy mind a ketten nem csak írói vagyunk a könyvnek, hanem szereplői is ennek az időszaknak. Azt szeretnénk, hogyha egy olyan jelet tudnánk hagyni erről az említett időszakról, amely nagyjából és egészében azt a történés sorozatot ábrázolja, amit egyáltalában véve összefoglalnak a változások vonzásában. Tehát ez azt jelenti, hogy a krónikás könyv, jó gyakorlatmutató könyv, és esetleg a jövőbe is mutat? Igen, mindenféleképpen, tehát olyan ezt a 10 éves időszakot felülelő kiadványról beszélünk, ami egyfajta krónika elmesélése, és elbeszélése, és nem csak arról szól, hogy mi történt magában a Nemzeti Művelődési Intézetben, hanem a teljes közművelődés magába öleli, milyen kormányzati intézkedések történtek az adott években, milyen települési normatíva rendszer az, amiben a közművelődés beágyazódott és megerősödött, és ez a normatíva a kormányzati
kormányzat részéről hogyan vált duplájára ez alatt az időszak alatt 2021-ben, illetve hogy a települési feladatellátás során ezekre a kihívásokra milyen válaszokat adtunk. A Nemzeti Művelődési Intézet olyan felületeket hozott létre, amely a hálózatosodást segítette elő, a partneri együttműködést, és ezeknek a felületeknek a jó gyakorlatoknak a bemutatása, a szakemberek gyakorlatilag egymásba összekapcsolása, az adja magát a tartalmi részét ezeknek a kereteknek, amelyben a Nemzeti Művelődési Intézet, mint módszertani központ a teljes Kárpát-medencébe lefedi ezt a területet. Kultúrkutatóként milyen végignézni ezt, és megélni azt, hogy ekkora változás történik az önök területén? Kutatóként is nagyon örültem annak, hogy részt vehettem ebben a munkában. Más szempontból viszont a stratégia alkotás is egy nagyon fontos feladata. A kötet tartalmazza a közművelődés nemzeti programját, azon oknál fogva, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet a magyar kormány úgynevezett kultúrstratégiai intézménye. És az a 2022-26-ra szóló prognózis szerves folytatása az elmúlt évek gyakorlatának, és bízunk benne, hogy jó számonkérési alap is lesz számunkra 6 év múlva, hogy na, kérem szépen ebből a 7 pillérből, amit meghatároztak szakemberek körével, vajon mit sikerült, és milyen hatékonysággal megvalósítani. Na, ez nagyon izgalmas, de még mielőtt erről a 7 pillérről beszélünk, ugye az elején számok hangoztak el, hogy a 12-es változás előtt hány településből, hány településen zárt be. Ma hol tartunk? Tehát azzal a programmal, amit önök elindítottak, hogy mennyire sikerült visszaépíteni az a hálózatosodás jegyében, hogy valóban újra a kultúra a szerves része mozgatóra ereje legyen, akár a legkisebb, vagy akár a legnagyobb közösségeknek. Igen, azt látni kell, hogy két szakaszban történt ez. Volt egy 5 éves periódus, a 2013-18-as periódus, amikor a kultúra és közfoglalkoztatás az, amely 2140 településen azért alapot nyújtott arra, hogy 5 éven keresztül szakemberek módszertani képzésekkel meg tudták erősíteni ezt a terepet. Nagyon fontos kihívás volt az, hogy ne közfoglalkoztatásba tartsuk ezeket a kollégákat, hanem 2020-ban gyakorlatilag a kormány döntésének köszönhetően 1740 településen tudtunk 2000 főnek a képzését, munkáltatását megoldani, és gyakorlatilag már elmondhatjuk, hogy a 3155 településből 180 településen nincs csupán közművelési szakember. Én azt gondolom, hogy ez óriási szám annak a függvényében is, hogy 139 településünk 100 fő alatti. Na, hát akkor van mire építeni ezt a stratégiát, és akkor nézzük a stratégia legfontosabb pilléreit. Én inkább kiemelnék néhány jellemzőjét a stratégiának, tehát megfogalmaz bizonyos fejlesztési területeket, a közösségi művelődés további erősítését, és ezeket különböző formában megpróbálja nyilvánosság számára is könnyen megközelíthetővé tenni. Például egy Nemeskürti Istvánról elnevezett programunk alapvetően segíti ezeket a folyamatok, amelyekről eddig is szó volt. Mondok egy nagyon izgalmas programot, ami a 10 és 30 ezer közötti lakosú városoknak a közös társadalmi közösségi életét, a hagyományos polgári életformát segít majd tovább éltetni. Ez lesz majd az úgynevezett kávéházi program. Van a képzéssel foglalkozó pillére a stratégiának. Ezek inkább csak érzékeltetni tudják azt a gazdagságot, amelyek mögött egyébként meghatározott helyzetfelmérések, célindikátorok és sok egyéb más olyan dolog van, ami keményen ellenőrizhetővé teszi. És ugye a legfontosabb, hogy éljenek a közösségek, hogy elevenek legyenek, és így módon talán a legkisebb települések is megmenthetők. De van még egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas fogalom az önök rendszerében, kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Ez mit akar egészen pontosan? Igen, mi azt gondoljuk, hogy alapvetően a közművelődés akkor eredményes, és akkor teljesíti jól a feladatát, hogyha a legkisebb településen élők is jól érzik magukat. Ez a jól érzem magam érzethez kell nekünk szakmai módszertani segítséget adni, és hát azok a hagyományok, azok a gyökerek, amelyeket nagyszüleink, dédszerűink évtizedeken, évszázadokon keresztül megéltek és hordoztak, az azt gondoljuk, hogy jó alapját adja akár egy településen levő kisebb gazdaságfejlesztésnek is. Gondoljuk csak arra, hogy jelen pillanatban a Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy
szakkör, mint a programja, és nemezeléssel foglalkoztak, éppen most fejeződnek be ezek a szakkörök, és kiállítással zárulnak. 78 településen, 78x5 ember az, aki ilyen tevékenységben részt vesz, és itt azért meg kell említeni, hogy a nemezeléshez gyapjú alapanyag kell, a veszőfonáshoz ugyanúgy fűzveszőre van szükség, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban hiánycikk, illetve nem nagyon vannak már kártoló üzemek, tehát hogyha önmagában csak a kulturális értékek oldaláról nézzük, és a közösségi foglalkozásokon keresztül, azt gondoljuk, hogy ennek gazdasági vetülete is kell, hogy legyen. Hát én kívánom ehhez, hogy sok sikert a tekintetben, hogy sikerüljön megvalósítani, és aztán lehet számon lehessen kérni minden egyes pontját, pillérjét, hogy kérem szépen megvalósult, és büszkén lehessen belenézni a nemzetnek a szemébe. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen.